imádkozunk a Szentatyáért, meg hát a bíborosokért, hogy jól tudjanak dönteni és választani, amikor majd a konklávén megválasztják az új pápát. A Szentatyának meg hát azt kívánjuk, hogy most már ezektől a tehertől megszabadulva még sok hasznos dolgot tudjon tenni, mert hiszen ő egy világhírű teológus, akinek bizonyára még lesznek majd írásai, amit meg tud jelentetni, amire most majd talán több ideje is lesz. A híreket meg az ember arra kéri nyilván, hogy egyrészt megköszönjük a Jóistennek azt a sok iránymutatást, meg jót, amit ez a pápa 8 év alatt az egyház szolgálatában végzett, és ugyanakkor azzal a bizalommal tekintünk előre, hogy tudjuk, hogy az egyházat a Szentlélek vezeti, és Úr Jézus azt mondta, hogy ne féljetek, én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig, hát ezzel a bizalommal nézünk a konklávé elé.